Újabb rezsicsökkentés lép életbe novembertől. Több mint 11%-kal mérséklődik a gáz, a távfő és az áramára. Vécsei László, a térség fideszes országgyűlési képviselője Aszódon bejelentette, a rezsicsökkentésekkel egy Aszódon, Szadán vagy éppen Gödöllőn élő család évente mintegy 100 000 forintot takarít meg. Az országgyűlés a minap fogadta el a rezsicsökkentés védelméről szóló politikai nyilatkozatot, ami határozott üzenet az EU-nak és a szolgáltatóknak is. 2013. november 1-től a rezsicsökkentés harmadik üteme veszi kezdetét. Ez azt jelenti, hogy a gáz, a távfűtés és a villanyára már a 11,1%-kal csökken. Ez a 2013. január 1-i lépéssel együtt azt jelenti, hogy a 13. január 1-i, tehát az év első napjához viszonyítva, immáron 20%-kal kerül kevesebbe a magyar családoknak, 4 millió magyar családnak az alapvető rezsi. Emellett további 6 olyan rezsitételt csökkentettünk július 1-től, mint a szemétszállításnak a díja, a szennyvízszippantás, a kéményseprés, a palackos gáznak az ára. Tehát ezekkel a tételekkel együtt immár azt lehet mondani, hogy körülbelül 100 000 forinttal csökken egy átlagos magyar családnak a rezsiköltsége éves szinten. Erre is ugye lehet hallani, arról olvasni, hogy vannak tervek, miszerint a kormány, az országgyűlés tovább kívánja folytatni ezt a tendenciát, akár már tavasszal. Ez így van. Éppen a napokban került az országgyűlés elé a pénzügyi rezsicsökkentés első lépése. A pénzügyi rezsicsökkentés keretében Magyarországon példátlan módon jövő év február 1-től ingyenessé válik a készpénzfelvétel. Ilyen a magyar pénzügyi történelemben még nem volt. Ez a magyar átlagkeresetű családok esetében lényegében azt jelenti, hogy ingyenesen jutnak hozzá a banknál tárolt pénzeikhez. Illetve a kormány meg fogja fontolni azt, hogy esetleg tavasztól a rezsicsökkentés következő lépéseként esetleg a közműszolgáltatók esetében újabb rezsivágást érjünk el. Ezt az indokolja, hogy a közműszolgáltatóknak a kimutatások szerint még mindig nagyon magas, arcátlanul magas a profitjuk. Ezt az elmúlt hónapok, évek történései kimutatták, hogy Magyarországon a fizetőképes kereslethez viszonyítva az alapvető létszükségletbiztosítása a magyar családok esetében Európában talán a legmagasabb. Éppen ezért a jelenleg folyamatban lévő és még tervezett novembertől induló rezsicsökkentéses lépések hatásait elemezve, ha szükséges, akkor jövő tavasszal újabb lépéseket fog tenni a kormány. Szakértők szerint az úgymond eredendő bűn az még a 90-es évek közepén történt meg, amikor is ugye szolgáltatók kivételes erejű szerződéseknek köszönhetően, privatizációs szerződéseknek köszönhetően óriási extra profitokra tettek szert, és milliárdokat zsebeltek be. Ön hogyan vélekedik erről? Ez pontosan így van, az 1995-96-os nagyon furcsa körülmények között, pillanatok alatt, hetek, hónapok alatt lezavart privatizációknak köszönhető az, hogy ez a helyzet mára kialakult. A világon sehol nem volt Magyarországon kívül még olyan, hogy igen magas 8%-os eszközarányos profitot garantáltak volna a szolgáltatóknak. Ez a szolgáltatók tekintetében lényegében azt jelentette, hogy külföldi szolgáltatók, multinacionális vállalatok vették át Magyarországon a közműszolgáltatásokat. Még külön érdekessége, hogy amikor a baloldal arról beszélt, hogy az önkormányzatok, az állam nem jó tulajdonos, akkor ezeknek a szolgáltatóknak, akik külföldről bejöttek és filérekkel privatizáltak, a tulajdonosai nagyon sok esetben éppen egy nyugati állam, vagy éppen önkormányzati szövetség volt. Tehát ami Magyarországon úgymond nem működött, az állítólag, és ő szerintük nyugaton működött. Most ennek a 95-96-os privatizációnak egyébként az is következménye, hogy ilyen tulajdonosi szerkezet alakult ki Magyarországon szolgáltatóknál. Most, amikor a magyar kormány a magyar családok érdekében a rezsicsökkentés és lépésekre határozta el magát, akkor ezek a szolgáltatók, a dolog természeténél fogva, a
saját anyaállamaikhoz futnak. Ez magyarázza azt, hogy az Európai Unióban, az Európai Bizottság, és hát nagyon sok állam is foglalkozik a magyarországi rezsicsökkentésekkel, hiszen ők a saját szolgáltatóik érdekeit védik. Sajnos a brüsszeli bürokráciáról is kénytelenek vagyunk elmondani, hogy mintha a multinacionális szolgáltatóknak a hajójában eveznének, és hát sajnos a magyar baloldal 95 óta ugyanazt a politikát folytatja, mintha az ő érdekeiket szolgálnák a magyar emberek, a magyar családok érdekeivel szemben. Sokan egyetértenek a rezsicsökkentéssel és a további ilyen törekvésekkel, mégis vannak tamáskodóak is, akik azt állítják, hogy ilyen-olyan módon, úton a szolgáltatók visszaszerzik majd az elvesztett jövedelmüket, profitjukat, és majd ilyen-olyan díjakat építenek bele, és mégiscsak az embereknek kell majd megfizetni ezeket a tereket későbbiekben. Sokan pénzügyi tranzakciós illetéket emlegetik ezzel kapcsolatban. Hogy a végéről kezdjem, a tranzakciós illeték kapcsán ugye a pénzügyi rezsicsökkentés kezdetét veszi, tehát a ingyenes pénzfelvétel ezeket az álságos érveket, ezeket teljesen le fogja söpörni. Az pedig, hogy egyébként vannak sajnos Magyarországon is olyan erők, amelyek furcsa módon éppen a bankoknak és a multinacionális szolgáltató cégeknek a profitját nézik, nem pedig a magyar családok megélhetését. Ez sajnos, mintha hozzá kéne szoknunk az utóbbi hónapokban, években. Ez nyilvánvalóan nem helyes, a kormány nem ezt teszi, a kormányzó pártszövetség nem ezt teszi, mi a családok megélhetésére szeretnénk odafigyelni a továbbiakban is, és ezt biztosítani. Vécsei László utalt arra, hogy vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem hajtják végre a rezsicsökkentést. Magyarországi baloldal megpróbálja azt elhitetni az emberekkel, hogy ez a rezsicsökkentés ez nem valós dolog, hogy nem olyan mértékű, meg nem is létezik, és valóban én is találkozom olyan hangokkal, hogy nem látják úgymond a számlán megjelenni ezt. No, ha valaki nagyon nem akarja látni, akkor valószínűleg nem fogja észrevenni, azonban tény, hogy vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem hajtják végre ezt a rendelkezést, nem jelenik meg a számlában a rezsicsökkentés, sőt, olyan is előfordul, hogy nem érvényesítik a rezsicsökkentést. Én arra kérek mindenkit, aki rezsivel él, már pedig a családoknak a 99%-a ilyen, hogy nézzék meg a számláikat. És hogyha a számlán valóban nem elkülönítve szerepel az, hogy mennyi a megtakarítás, hogyha valóban nem derül ki a számlából számukra, hogy a szolgáltató végrehajtotta ezt az utasítást, ezt a törvényt, akkor jelezzék feltétlenül. A Pest megyei kormányhivatal, fogyasztóvédelmi hivatalánál bejelentést lehet tenni, akár egyetlen egy bejelentést követően a fogyasztóvédelem eljár, megnézi az adott szolgáltatót, teljes átvilágítást rendel el, és nagyon-nagyon komoly büntetéseket kapnak azok a szolgáltatók, amelyek nem hajtják végre a magyar családok érdekében ezt a törvényt. Sokan örülnek a rezsicsökkentésnek. Nagyon örülök személy szerint, mert az utóbbi 20-30-40 évben ilyenre a történelemben a szocialista-kommunista rezsim alatt soha nem történt. És ez a Fidesz-KDNP-nek egy óriási nagy ötlete volt, ezt sikeresen véghez vitték, és az egyszerű szegény emberek nagyon örülnek ezeknek a dolgoknak, mert ugye sokan bérből, fizetésből élnek. Ugye a fizetések ugye a 2002-től szinte befagyasztották őket, mert a gazdaság nem olyan irányba ment el, hogy tudtak volna adni. Ugye a 8 év szocialista rombolásnak meg lett sajnos a negatív eredménye, és ezért részben a Fidesz kormány csak ehhez tudott hozzányúlni, hogy az embereket, ha már nem tudják kötelezővé a béreket emelni, akkor legalább a szegényebb réteg ilyen áron kevesebb rezsit fizessen, hogy több pénz maradjon a zsebébe. Mit szól a rezsicsökkentéshez? Nagyon tetszik, de gondolom lesz bennek böltje, amit a szolgáltató majd valamilyen úton, módon velünk fizettet meg. Most egy újabb rezsicsökkentés, ez november. Sajnos nem hallottam róla. Én részemről nagyon örülök neki, mert eddig is nagyon örültem neki, mert ez az akármennyi, akármilyen idézőjelbe téve kevés, az minden nap, mindenféleképpen számít a mindennapi életben. Az a 1000 vagy 1200 forint, vagy 1500 forint, az bizony számít. Én már 86 éves vagyok, úgyhogy nekem minden fillér számít, ami a nyugdíjamhoz jön. És hogy meg az ember már a koránál fogva is különböző, itt fáj, ott fáj, amott fáj. Tehát ugye még az is sokat számított, hogy egy csomó gyógyszernek az árát is csökkentették.
Úgyhogy azért a sok kicsi sokra megy el alapján nagyon-nagyon jó ez a dolog. A térségben 23 ezer rezsicsökkentést támogató aláírás gyűjtöttek össze, az országban pedig mintegy 2,5 milliót.